amikor a Varsagyarmati börtönnál hiszen majdnem 20 elítéltel kijöttünk az akváriumba, a gödörbe előadást tartani a civil embereknek, hozzáteszem, hogy több száz ember volt, és az volt a szerepem az elején, hogy a közönségből civil ruhában, mint elítél, kellett felvonuljak a színpadra zenére. Hát én beültem, mint elítélt a civil közönségbe, egy srác mellé, és annyira izgultam, hogy kurvára izzadt a tenyerem, és a combomba akartam beletörölni, hát a mellettem ülő civil srácnak a combjába törültem be. Szegényként megvergett a vállamat, hogy nyugi, jó lesz ez. És aztán felmentem a színpadra, és csináltunk egy hatalmas fotót. Igazából, amiről most szeretnék beszélni, arról mindig nehezen kezdek bele, ahogy most is, de muszáj arról beszéljek, hogy megértsétek, és hogy halljátok. 4 évesen anyukám, apukám elkezdték csalni egymást orvoszájba, nagyon durva szinten, és ugye ennek én ittam a levét a bátyám és a két fél testvérem. Ahogy szétmentek, én maradtam anyámra, két kislányjal, a bátyám pedig maradt apámmal. Hozzáteszem, hogy a bátyám elég jó életet élt apámmal, tehát suli, gimi, szakma, minden, megkapott mindent. Én maradtam anyámra, aki úgy bírt minket nevelni, hogy minden este, minden nap több embert láttam besugranni a kecóba, mikor aludtunk is, akkor is többször arra voltam figyelmes, hogy anyám egy csávóval van, és azzal keresi a kenyerét, hogy lefekszik idegenekkel, hogy minket el tudjunk tartani. Az addig ment, még meg nem unta az egészet, és teljesen bekettyózott. Egyszer elment dolgozni, és a munkából hazajövet arra lett figyelmes, hogy nem ment be a saját lakásába, mert az édes testvére eladta a saját lakását. És nem tudom pontosan, hogy mennyit, de elég sok időt azt csinálta anyám, és azt csináltuk, hogy ilyen polgármesteri hivatali kecókat törtünk fel, és ott laktunk, ameddig bírtunk. Aztán minden harmadban jöttek valakik, valami nagyok, és ilyen nem tudom, ilyen szikrázó petárdákkal dobáltak ki minket, mert ugye nem akartunk kimenni. És ottig ment, még anyám egyszer egy este fogott engem is a két kislányt, baltával a kezébe, és kivitt minket az erdőbe, hogy kinyírjon minket, aztán magát is. Mert egyszerűen nem látott semmiféle más lehetőséget, csak hogyha kinyír minket és őt is. Ezt a anyukámnak a mamája ezt észrevette, hogy anyám mit keres hajnalba, korom sötétbe az erdő irányába, baltával a kezébe. Hát utánunk jött, és ő megakadályozta az egészet. És eldöntötték, hogy intézet van engem is a két kislányt. Hogy ezt apukámnak a mamája, az én nagymamám megtudta, hogy anyukámnak mi a terve, hát fogta magát, és feljött a polgármesteri hivatalba, és közölte, hogy én felnevelem ezt a gyereket, ez az én unokám, nem vagyok őt, majd én felnevelem. De hozzáteszem, a mamának nem az volt a terve, hogy hú, de szeretem én ezt a kis cigány gyereket, hát az én unokám, hát milyen édes, nézzétek meg, ebben egy tanuló gyerek lesz, nem. Hát minden nap küldött lopni. Kivett az iskolából, hogyha nem sikerült a lopás, vagy bármi, akkor nem kaptam kaját, megszurkált, a kés belevert a fejembe. Kukoricán kellett térdeljek több órán keresztül a sarokba,
nem kaptam kaját, és még sorolhatnám. Emlékszem, sztorit elmesélem röviden, hogy a mamám kiment a szomszédba pekizni az Irénke nénivel, és ugye csak én maradtam a lakásból, mikor, ha nem most. És fogtam a lehetőséget, vágtam egy szelet kenyeret, megkentem lekvárban, és bebújtam az ajtó mögé, hogy egyek. És annyira pikézsgás voltam egyekbe is, hogy észrevette, és visszacsukta az ajtót, de még lesenyeltem a falatot, de még megsegítettem rám, és kivett a számból, és kaptam a verést. Ez nem 11 éves bandik. Tehát 7 év kellett ahhoz, hogy én tűrjek, nyeljek. Igaz, hogy gyerek voltam, de tűrnöm kellett. 11 éves koromig elpontott a célnak. Nem akarom elmesélni részletesen, hogy mit csináltam akkor, de maradjunk annyira röviden, hogy majdnem kinyitom a mamámat. Tehát annyira elkerült a gyógyszerem, és fogtam magam 11 évesen, felköltöztem Budapestre egyedül. Úgyhogy egyszer anyám felszöktetett Pestre, és a Mester utca maradt meg az eszembe, és a Mester utcában ahány kapuaj volt, én mentem, és kapogtam, mert csengettem a kapuajakba, álltam, hogy valami kapuajból anyám jön ki. Hát ez napok kellett, hogy megtaláljam anyámat, de megtaláltam. Tehát nem maradhattam ott sokáig, mert rendszeresen váltja mai napig a paliait. Kőkemény drogos. Kínált engem is drogval, csomószor. Szóval elég katasztrófa volt ott minden. És nem maradhattam ott, eljöttem onnan is. Akkor csatlakoztam egy 8 keretű bandához, akikkel mentünk az utcára, tehát ők is az utcán voltam, én is az utcán voltam, és hát így megtaláltuk egymást, és mentünk bebűnözni. Hát így tudtam túlélni az egészet, és csináltam, belementem. Mint addig még egyedül kezdtem el folytatni. Olyan szinten csináltam, hogy a tárgyalás során rám bizonyítottak 38 rablást, 10-valahány betörést, nem tudom mennyi lopást, szakítást, sugonást, tehát nagyon sok mindent rám bírtak bizonyítani, és kaptam 4 év 6 hónap tökölt fiatalkorban börtönében. Na, ott kezdett el az élet újból. Sok mindenki szerintem a mai napig hallja, hogy tököl milyen brutális. Igen, brutális. A mai napig brutális. Én nagyon féltem, akkor az előadón kértett a száján, hogy maga tökölre megy. Azt mondtam neki, hogy bárhová vigyenek, csak tökölre ne. Tehát nem volt választási lehetőségem, úgyhogy mentem tökölre. Úgy bírtam túlélni tökölt, hogy sorok voltak, többféle sor volt. Volt csicskasor, volt vamzersor, volt kiállok magamé sor, meg van a tisztelet hírnév sor. És akkor döntsem el, hogy melyik sorba akarok állni. Bárok a csicskasorban, mosom másnak a szaros gatyáját. Hogyha beállok a vamzersorba, világ életemben vamzer leszek. Vagy álljak be a hírnév sorba, minek nekem név? Nekem az nem kell. Én az vagyok aki, de kiállok magamé. És hát így beálltam a kiállok magamé sorba. És ezt végig csináltam. Tehát nem voltak hullámjaim, nem voltam színváltós. Kiállok magamé sor, és ezt vittem végig. Elég kemény volt, hozzáteszem. Tökörről szabadultam,
a nagy semmivel, és ismét megkerestem anyámat, és felköltöztem hozzájuk a 7. kerületbe. 2 napot lehettem ott, és kidobtak megint. Vissza kellett menjek a falunkba, ahol elkezdtem, és ott éltem tovább az életemet, és kezdtem helyreállni. Volt stabil munkahelyem, az állatkertben dolgoztam több évig, jó fizetéssel. Megbízott bennem a főnököm, a munkatársaim. Ez ment 3 évig. Aztán lett egy beteg kisfiú, aki betegen született. Hogy még él, orvosi felügyelet alatt kell, hogy éljen a gyerek, mert vakon született, nyitott szákadlással, le volt állva, nem tudom melyik veséje, gépen keresztül tudták őt táplálni. Rengeteg pénzt kivitt a családi kasszából, kevesebbet tudtam menni dolgozni. Erre közölte velem a főnököm, hogy ezt nem hajlandó tovább eltűnni, válasszak. Az azért az kell, hogy a munka kell. Elküldtem a kurva anyjába, hogy azért nem, és akkor nem volt munkahelyem. Kértem segítséget sok mindenkitől, nem kaptam senkitől. Egyszer kértem a polgármestertől, és azt mondta nekem, hogy leülnek a bizottsággal, tartanak egy meetinget, és majd kapok egy értesítést, hogy mire jutottak. Hát rá a következő hétre kapok egy levelet, menjek a pénztárba, és vegyem fel az összeget. Egy kicsit megörültem, hogy lesz miből felhordani a Milánkát Pestre, nem tudom milyenféle vizsgálatokra, és bementem, és hozzám basztak 3000 forintot. Ma fogtam, visszapasztam nekik, hogy ezzel mit csináljak, semmit az égvilágon. Nem láttam semmiféle más lehetőséget, csak hogyha belenyúlok egy valami hülyeségbe. És akkor belenyúltam. Megint elkövettem egy bűncselekményt, betörtem egy lakásba, és ezért kaptam majdnem 4 évet. Balassagyarmaton annyiból volt jobb egy kicsit, hogy ismertek egyrészt, másrészt meg azt, hogy tudtam, hogy mit kell csinálni a börtönben. Tehát úgy mentem be, hogy végül ugyanazt viszem, amit tökölöm, kiállok magam és sor, és viszem. Na de hát egyszer a 3. emeletre tettek fel, mint jogerős, és ott vagyok a cellámban, és betettek hozzánk egy olácigány, roma bácsit, akinek a szintesnek, nem tudom, valamilyen rokonsága voltak, és jött oda hozzám, ki volt gyúrva meg ő valaki a szinten, és mondta nekem, hogy a bácsinak csinálja meg az ágyát. Na, bazd meg, csináld meg te. Hát mi vagyok én? Nem vagyok én egy csicska gyerek. Ha te rokonod, csináld meg te. Másnap lementem sétára, és jövök fel, és azzal fogadott a nevelő, hogy olá pakolja össze a cuccát, nem megy az 5. emeletre. Szigorított rész. Balassagyarmatnak több szintje van. Van a földszint a fogházosok, ahol csak fogházosok lehetnek. Van az első emelet a rózsadomb, aki mindenki ott akar lenni. Van a második emelet az előzetes, van a harmadik emelet a jumbo, a megy az élet, megy a biznisz, megy a uzsora, megy egy csomó mindenféle, balék mennek. Van a negyedik, az ilyen lájtos, ismét ilyen lájtos fokozatban vannak az elítéltek, de van az 5. emelet. Ahol mindenféle jött, mert elítélt, a Borsodi utálja a Nógrád megyét, a Nógrád megye utálja a Hajdúhatházi Bihar megyeit. Szóval ott mentek a gyűlöletek, ott is mentek a drogozások, a rivózások, a szurkálások, a balhézások, szóval nagyon. És én ebben benne voltam, belecsöppentem.
és én is megcsináltam csomó mindent. Tehát beleestem a rivatrizásba, a drogba, a tiltott tárgyakba, a verekedésekbe, kaptam is érte fogdákat, kőkeményen. Szóval kemény volt az ötödik emelet nagyon. Mit ad Isten 2011-ben? Jövök fel egyszer a munkahelyemről, és megyek fel az ötödik emeletre, és mondja az őr úr, hogy alá ne készüljön tusolni semmi, hanem menj el a kápolnába, mert indul valamiféle program, és ennek ezen részt valahogy vegyen. És akkor mondom a drága őr úrnak, hogy nem. Én nem az a kategória vagyok, aki megy bármiféle programra, engem hagyjanak békén. Na de aztán, ha visszautasítom az őrurat, akkor ugye fegyelmi lap, fegyelmi védség, akármi fogdát is kaphatok érte. Tehát fogtam, lementem úgy, hogy az egyik fülemben be, a másikon ki. Lemegyek a kápolnába, ott van 50-60 elítélt, képzeljétek el, hogy kigyúrt állatok, nadroid, pacepok, cigányok, szétgyúrt, szétvarva, gyilkosok, rablók, szóval mindenféle emberek voltak ott, köztük én is, és én mellettem ült egy srác, de nem mondom, hogy miért fontos ez, hogy ki ült mellettem. A Büki Dorottya közli, és Korródi Mari, hogy mi lesz most itt. És mondja, hogy mesekör. Mi is ezt csináltunk, csak egy kicsit durváltan. És ahogy elmondta Dorka, megkérdezte a tisztelt elítélt uraktól, hogy aki ezen nem akar részt venni, azt tegye fel a kezét és hagyja el a kápolnát. Hát nekem is félig fent volt a kezem és a mellettem ülő srác, a Vidák Lajos. Ez így lehúzta a kezem, hogy öcskös, neked ez jó lesz. Neked ez jó lesz, öcskös. Akaratom ellenére ott maradtam. Ahogy teltek a hetek, a hónapok, azt vettem észre a mesekörbe, hogy kinyílt a szemem, kinyílt a szívem, és elkezdtem látni. Tehát láttam, hogy van más élet. Vannak más emberek, akik szeretnek engem, és én is tudom viszonozni. Rájöttem, hogy ez az élet nekem tovább nem kell. És ha nem fogok változtatni az életemben, akkor meg fogok dögölni a börtönben. És annyira változtam, hogy képzeljétek el, hogy a szigorított részről lekerültem a negyedikre. Eltett egy pár hét, a negyedikről lekerültem a harmadikra. És aztán a szabadulásom előtt pár hónapban lekerültem a rózsadombra. Gyere le, jó Isten! Sikerült! Hozzáteszem, hogy az akkori barátaim, bármikor lementem sétálni a munkahelyen, vagy a folyosón találkoztunk, mindig megjegyezték, hogy mi lett belőled? Köcsög lettél? Vamzer lettél? Csicska vagy? Hát te nem ez vagy! Mi lett belőled? Szóval kaptam kőkemény az oltásokat. Sokszor hülyének néztek már engem, nem csak engem, mondjuk a többi mesekört is, mert egyszer elmesélek a sztorit a Bari Sanyival, készültünk egy hatalmas előadásra, és ő is, meg én is ilyen boszorkánynak kellett beöltöznünk, és azt a szerepet kellett eljátszani. És bementünk a fürdőbe, ahol tele vannak elítéltekkel, és kizavarjuk őket, menjetek ki, mert mi próbálunk. És ott az uhany alatt elkezdtünk próbálni, öreg asszonyosan. És a hülyének néztek minket. Időközben rájöttem, hogy szabadulok. Augusztus 26-án, és oda mentem Dorkához, hogy Dorka, baj van, szabadulok. Szó szerint ezt mondtam.
És szegényként szerint akkor még köpni nyelni nem tudott. És azt mondta, hogy kitalálnak valamit. És következő pénteken előállt egy B-tervvel, ami azt jelenti, hogy friss elítéltnek, akinek szüksége van, az lakhat ebbe a félutas lakásba. De amikor én szabadultam, teljesen más volt. Romániából Magyarországra költözött egy család, és nekem hozzájuk kellett költözzek, és egy családdal laktam egy pár hónapig. Aztán hozzáteszem, hogy majdnem, hát kiszakadtam ebből, és visszamentem, ahol elkezdtem megint, és majdnem visszaestem ugyanabba a gödörbe. Nem akarom részletezni, de már a rendőrök hurcibáltak, már komoly ügyeim voltak. Aztán visszaköltöztem megint, és ott tartok, hogy van egy saját kis meseköröm, a Szent Miklósújban, és olyan gyerekekkel foglalkozok, akiknek a fél lábuk már bent van a börtönben. És ki, hogyha nem én mondom meg nekik a tutit. És megértetni velük, hogy bazd meg, nem kell azt csinálni, mint apád, vagy a bácsikád, vagy a bátyád, hogy bent vannak a börtönben, feszengetnek a képen, és küldik neked, fuxok fent a nyakba, szét vannak varva, és apának, vagy bátyának, vagy a bácsikának van neve. Te ne akarjál nevet magadnak. Te legyél az, aki. Ne legyél olyan, mint apád, vagy a bátyád, vagy a bácsikád. A börtön az kurva szar. És az emberek is. Az még szarabbak, mint a börtön. Azóta van egy gyönyörű szép családom itt a sorok között. Van egy másfél éves kislányom, imádom őket. Itt is látjátok. Teljesen helyreállt az életem. És hozzáteszem, hogy rekordot döntöttem. Eddig még nem voltam kint ennyi időt. Köszönöm.